Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Most Szulejmán alszik, úgy gondoltam, hozok egy kis videót, de remélem nem fog felkelni, úgyhogy ezért egy kicsit gyorsabban fogok beszélni, és egy rövidebb videót hozok, de este még fogok jönni videóval, úgyhogy kezdjük is. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne rontáslevételt, átoklevételt, úgy érzi, hogy meg van átkozva, rosszakat álmodik, fetreng álmaiban, valami kísérti álmaiban, valami csúnya állat, nem jól van, rosszul alakulnak a dolgok, olyan dolgok jönnek, ami régebben soha nem volt, nem folyik be semmilyen pénz, minden rosszul sül el, nem jó a munkahelye, nem érzi jól magát egészségileg, ezek mind úgy jelentik, hogy valaki, aki rossz akarunk, az megátkozott. Az átok akkor fog, hogyha hiszünk benne, de van, mikor sajnos akkor is fog, hogyha nem hiszünk benne. Ezt tudom levenni nektek. Aki szeretne fehér varázslatot, mert ellaposodott a kapcsolata, annak tudok segíteni. Aki szeretne oldásgyógyítást, azt nagyon jól lehet gyógyítani. Aki saját életében el van akadva, olyan terheket cipel, amiről nem is tud. Néha olyan terheket cipelünk családtagjainktól, akiket nem is ismertünk, mert hűségesek vagyunk, és nem a mi dolgunk cipelni mások problémáját, és nem értjük, hogy honnan jönnek ezek az elakadások. Néha ugyanazokat a köröket futjuk, mint régebben, hogy nem sikerült valami, elhagytak minket. Ez meg kell nézni, hogy a jelenben van, vagy a múltban van, vagy előző életekből származik, és ezeket oldani kell. Néha már az első oldás is nagyon hatásos, de néha akkor is kell, amikor újra nem érzed jól magad. Úgyhogy akik szeretnének oldást, az írjanak sziget31@gmail.com. Aki szeretne füstölőket, mert kommentbe írjátok, hogy akartok füstölőt, akkor írjatok. Mindenki írjon, hogyha valamit akar kérdezni, sziget31@gmail.com. A ciprusi úttal kapcsolatban, aki nem tudja bejelölni az oldalunkat, az írjon nekem sziget31@gmail.com, és megadom az összes tájékoztatást, hogy mik a feltételek, és úgy érzem, hogy aki szeretne jönni, az kedden mindenki meg kell vegye a jegyét, én is, ti is, Mónika is, mert föl fognak menni az árak, és aki igazán akar jönni, akkor az jelentkezzen, és mondja el, hogy jó-e neki így, vagy hogy lenne jó, de mindenképpen kedden meg kell venni a repülőjegyeket, és a szállodával beszéltem, ahol a felét ki kell fizessem, úgyhogy nyugodtan írjatok. Aki szeretne kulcstartókat, írtátok, az is írjon nekem, legyen szíves, itt csak úgy tudom elküldeni, hogyha fizetitek a díját, és másnap feladom a postán, úgyhogy aki kulcstartót akar, vannak, az nyugodtan írjon. Mi lenne még a közlemény? Szerintem egyelőre ennyi lenne, úgyhogy, ja meg aki szeretne karkötőket, hogyha valami betegsége van, az is írjon e-mailbe, és olyan karkötők lesznek, ami jó mentálisan, fizikailag a betegségére is, és segít mentálisan is. Ezek a karkötők, vagy pici kis kövek, vagy kulcstartók, tehát magadnál kell hordani, és néha, amikor már az orvosok nem tudnak segíteni, akkor ezek a kövek még mindig tudnak. Úgyhogy ennyi lett volna, köszönöm szépen. Most húzok kártyákat, és akkor nézzük, hogy mit mondanak a mai kártyák. Özvegyasszony, tolvaj, bíróság, gyerek, lelkész, ellenség, szerencsétlenség. Eléggé kicsit feketék ma a napok. Napok, lapok. Szerelmes nő, ajándék, szerencse, szomorúság és vesztesség. Amit érzek, azt érzem, hogy bizony egy jó páratoknak van olyan emberek az életetekben, akik kritizálnak, és akik a hátad mögött pletykálnak, és kibeszélnek, és igazából rosszat kívánnak nektek.
Úgy érzem, hogy ez lehet bárki. Ez lehet családtag, lehet közeli barát, és lehet a munkahelyen is valakik, vagy csoportok többen, akik neked bizony a hátad mögött rosszat akarnak, rosszat kívánnak. Úgy érzem, hogy nagyon utálatosak, és lehet, hogy nem jól van az életük, és így te rajtad köszörülik a nyelvüket, tehát magyarul féltékenyek rád, és kritizálnak, és nem akarnak neked jót. Valamiért úgy gondolom, hogy féltékenyek a jelenlegi életedre, úgy gondolom, hogy vagy unatkoznak, vagy pedig nincs miről beszélgessenek, és ezért téged vettek elő, mert a te életed mostanában úgy érzem egy jó páratoknak sokkal egyensúlyosabb, mint volt, és vagy lehet jól tudtok nagyon dolgozni a munkahelyeteken, és ezek az emberek, ezek a csoporttagok bizony azt akarják, hogy az életed forduljon fel, és káosz legyen, tehát a te életed sokkal jobb, mint az ő életük, mert te jobban egyensúlyban vagy, hisz itt van a tolvaj, itt van az ellenség, itt van a szerencsétlenség, de hál' Isten van szerencse és bíróság, özvegyasszony a fekete ruhába, és a vesztesség, és a szomorúság, tehát a 12 labból legalább 7-8 rossz, ami nem jó. Úgy érzem, hogy ezeknek az embereknek hiányzik valami az életükből, így nálad keresnek hiányosságot is, nálad keresik azt a pontot, amikor például 10 pontból 8-ig jól vagy, de a két pont nem jó, és ezt a két pontodat akarják megkeresni, hogy döfködjenek késsel, és hogy szomorúságot okozzanak neked, szerencsétlenséget okozzanak neked, hogy kirúgjanak a munkahelyedről, hogy elveszed a vagyonodat, hogy kibeszélhessenek. Mint mondtam, ez bárki lehet, ti tudjátok, hogy ki hogy van, családtag, barát, esetleg még lehet az is, akit szeretünk, vagy annak a valakie. Úgyhogy úgy érzem, hogy abszolút te nem csinálsz semmi rosszat nekik, mégis ez történik, mégis mentálisan bántanak téged, mint lehet mondtam munkahelyen, családtagok ellened fordultak, lehet kihagynak valamiből, máskor beszéltek veled, valamit akartak veled kezdeni, és most hirtelen hátat fordítottak neked, kihagytak téged valamiből, és magadat kérdezed, hogy mit csináltam rosszul, hisz én mindig hűséges voltam hozzájuk, általában akartam nekik segíteni, és most miért szúrnak hátba, miért beszélnek ki, miért féltékenyek? Igazából úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon utálatosak, és ez valamiképpen azért, ha nem is mutatod, úgy érzem, megvisel téged, itt vagy te, és körülötted a rossz lapok. Lehet ez egy anyós jelölt is, aki nem akar téged, özvegy, és az ő életével nincs kibékülve, és ezért rád vetítte az életét. Vesztességet okoznak neked ezek a csoportok, ezek az ellenségek, lehet egykor barátok voltak, jó volt a viszonyotok velük, de bizony most nem jót okoznak neked, igazából a lelkedbe tipornak. Úgy érzem, hogy ettől függetlenül a jó dolog, itt a szerencse kártya, hál' Isten, ami azt jelenti, hogy nem fogod ezt sokáig tűrni, kizárod ezeket az embereket az életedből, és kéred az univerzumot, hogy zárja ki őket, és úgy érzem, hogy el fogod vágni velük a köteléket, helyre fogsz állni, jobban fogsz törődni magaddal, és rájössz, hogy ezek az emberek nem illenek te hozzád, lehet akartál velük dolgokat, de most mégis könnyedén elhatározod ezek után magadat, hogy hagy utáljanak, csináljanak, amit akarnak, én nem akarok közéjük tartozni, és kijössz ebből. Én azt szoktam csinálni, amikor nem akar engem valaki, vagy nem szeret engem valaki, vagy ellenség, még jobban megáldom őket, kérem a jó Istent és az univerzumot, hogy hozzon az életükbe szerencsét, boldogságot, legyen meg az ő akaratuk, azért, hogy rólam leszálljanak, eltűnjenek az életemből, hisz aki egyszer rosszat csinált, az lehet többször is fog, és én megáldom őket, varázsport hintek rájuk képzeletben, vagy ha látom őket, és megáldom őket, hogy menjetek Isten hírével, de köszönöm szépen, nem kérek belőletek, úgyhogy nem kell törődjél velük, neked nem tudnak olyan rosszat csinálni, csak annyit, hogy jelenleg kicsit nem érzed jól magad velük, vagy velük, vagy nélkülük, vagy magányosnak érzed magadat,
amire ezt csinálják, de úgy érzem, hogy ez azért van ezeknek az embereknél, mert lelkisérülés van az életükben, lehet valaki elhagyta őket, becsapta őket, nem törődtek velük gyerekkorukban, és ezeket vetítik rád, hisz ki tud a másik ellen áskálódni, csak az, akinek a lelke ebben a percben borús és nincsen jól, és a saját vesztességét, a saját szerencsétlenségét, hisz itt van, tőled akarja elvinni, el akarja vinni az érzéseidet, el akarja vinni a pénzedet, a lelkedet, mindent hátba akar szúrni, tehát nagyon-nagyon csúnya dolgok ezek, de a jó hír az, hogy te neked, amiért annyi jót adtál nekik, és amiért szeretted őket, hogyha kollégák voltak, vagy családtagok, neked jó karma fog jönni az életedben, neked szerencse fog jönni az életedben, és 3 hónapon belül olyan emberekkel ismerkedsz meg, akik ajándékként jönnek az életedbe, akik boldogságot adnak, akik szeretetet adnak, aki viccet adnak, játékosságot, és boldog leszel velük, és lehet azt mondod, hogy lehet nem jönnek ezek az emberek, bízzál bennem, 3 hónapon belül lehet, hogy utazni fogsz, és olyan embereket fogsz megismerni, akikkel szép lesz együtt töltött idő, és akik valamilyen módon ezeket a rossz dolgokat segítik eltüntetni az életedben, úgyhogy nem kell félni, neked jó karma fog jönni az életedbe, nekik pedig sajnos úgy mondjam, hogy az univerzum vagy az élet vissza fog vágni, és megkapják a magukét a karmán keresztül, tőlük is valaki el fog valamit lopni, tőlük is szerencsétlenséget valaki küld rájuk, vagy bármit, nem kívánjuk nekik, mi rájuk bízzuk az univerzumra és a jóistenre. Egy páruknak, akik neked rosszat okoztak, bíróság elé fognak lehet állni, vagy legalábbis azt jelenti a bíró, hogy urak, azt jelenti, hogy a főnök lehet kirúgja őket, lehet olyat tesz a munkahelyen, ami már nem fér bele, és észreveszik, kirúgják, és elveszti a munkahelyét. Egy páratoknak pedig valaki elviszi a szerelmét, akit nagyon akart, és ugyanolyan szomorú és vesztesség lesz, mint amit nektek okoztak, úgyhogy Isten nem bottal ver, ők is megkapják a magukét azért, amiért ezt tették veled, úgyhogy fel a fejjel, nem kívánjuk nekik, mi az univerzumra bízzuk. Azt érzem, hogy ideje gyakorolnod azt, hogy jobban legyél és a sarkadra állj, hogy többet ilyen emberek ne tudjanak az életedbe jönni. Nagyon fontos, hogy a legjobbat hoz ki magadból, és nem elég csak leírni a kívánságunkat egy lapra, mert az csak a kívánságunk, és nem biztos, hogy teljesül. Úgy mondanám, hogy ideje gyakorold jól érezni magad, ideje gyakorold szeretni magadat, úgy mondanám, úgy gyakorold, mint mikor gyerekünket megtanítjuk az ABC-re, ugye nem egyszer mondjuk el, hanem elmondjuk, hogy ABCD, 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 100-szor, amire megtanuljuk az összes ABC-nek a betűit. Tehát nagyon fontos, hogyan leszel mester az életedben, hogyan lesz szerencse az életedben, hogyan éred el a munkát, hogyan éred el a sok pénzt, hogyan éred el a karrieredet, hogyan éred el a jó barátokat gyakorlással. Amiben jó vagy és amit szeretnél, azt kell gyakoroljad, egyfolytában gyakorold, 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 eleinte nem fog menni, elesel, de a gyerek is elesik, fel kell, és utána újra megy, és utána fut. Amikor gyakorolsz valamit, amiben jó vagy, vagy munkahelyeden, vagy bármiben, azt egy idő után el fogod sajátítani, úgyhogy nagyon fontos, hogy te is tanuld meg, mint az ABC-t, sokszor-sokszor gyakorolni, ez fogja meghozni azt, hogy a programokat átírd a fejedben, és az élet sokkal jobb legyen. Minden nap, amikor gyakorlod, akkor már sokkal jobban fog menni ez a dolog, és észre fogod venni, hogy ez a sok gyakorlás meggyógyítja az egész életedet, az egész lényedet, és ha kitartó vagy, és gyakorolsz, akkor teljesen átprogramozod az egész gondolkodásodat, és olyanná válsz, amilyen szerettél volna lenni. A negatív gondolkodások el fognak tűnni, és pozitívvá cseréled, hisz van, mikor csak egyfolytában negatív, negatív, negatív jön. Először direkt kell átváltoztatni pozitívvá, amikor észreveszed, fülön csíped magadat, és pozitívvá változtatod. Először csak lehet unottan csinálod, aztán egy idő után már természetes lesz, hogy pozitív gondolkodás lesz, és nem fog beleférni a negatív gondolkodás az életedben, úgyhogy nagyon fontos, hogy gyakorold, a gyakorlat teszi a mestert. Úgy érzem, hogy még nagyon fontos elmondanom, az édesapám mondta nekem ezt, neki pedig a mamája, hogy amilyen emberekkel veszed magad körbe, olyanná válsz, hogy
hogyha ilyen ellenséges emberekkel veszed magad, ezek csak rosszat hoznak az életedbe. Pillanat, meg kell nézem a Szulejmánt. Tehát nagyon fontos, hogy csak olyan emberekkel vedd magad körül, akik jók hozzád, és akitől tanulni tudsz. Például, ha akarsz egy munkát tanulni, például valamit akarsz tőzsdével, akkor ugye olyan emberekkel kell körül vegyed magadat, elkezdesz tanulni csoportokba, elvégzel egy tanfolyamot, és ott olyan emberekkel ismerkedsz meg, akik ugyanarról fognak beszélni, és ez segíti, hogy jobban megértsd a munkádat és a tanulásodat. Viszont, hogyha olyan emberekkel veszed magad körül, aki például egy boltban dolgozik, azok nem fognak tudni segíteni. Tehát mindig olyan emberekkel vedd magad körül, akiktől tanulsz, és akiket te is tudsz valamilyen szinten tanítani. Természetesen minden emberrel nagyon kedvesek és aranyosak kell legyünk, de akik, mint ezek, hogy a hátad mögött súgnak és kibeszélnek esetleg a munkahelyedről, kitúrnak, ezekre nincsen szükséged, úgyhogy azonnali hatállyal tovább kell lépni tőlük, akkor is, hogyha fáj, lehet némelyik a családtagod, lehet némelyik például a partnerünk, hisz az is lehet, hogy a partnerünk is hátba szúr. Például, hogyha a partnerünk legalább valamennyire segíti az életünket előre vinni, és nem hátráltat, akkor az egy nagyon jó dolog, hisz segíti az életünket, felemel minket. De hogyha egy idő után már adtunk neki esélyt, és még mindig lehúz minket, még mindig visszahúz minket, és csak rosszabb válik az életünk, akkor bizony meg kell kérdezd magadat, hogy jó ez neked. Szerintem nem. Úgyhogy mindenki olyan partnerrel kell legyen, aki segíti az életét, aki jobbá teszi az életét, aki napsugarat hoz az életedbe, nem aki elviszi a nevetésedet és szomorúságot hoz helyette. Tehát nagyon fontos, hogy mindig nézd meg, hogy kikkel állsz szóba, kik a barátaid, vagy kinek szavazó bizalmat, mostanában már ilyen az élet. Úgyhogy úgy érzem, hogy ezek az emberek meg fogják kapni a magukét, és ők is el fogják veszteni az üzleti dolgot, a munkahely dolgot, egy családtagot, a szerelmüket, tehát valamit az univerzum el fog tőlük venni, úgyhogy neked pedig jó dolgok jönnek az életedbe, hogyha odafigyelsz az életedre, bármit, amit szeretni, az meg fog valósulni, de nagyon fontos, hogy ezeket az embereket jelenleg engedd el, vizsgáld meg a lehetőségedet, tehát, hogyha valami nem stimmel a munkahelyeden, nézd meg, hogy elekérheted magadat onnan, tőlük, vagy pedig más részlegre helyezzenek, vagy hogyha abszolút nem jó, akkor ki kell lépni ebből a dologból. De ugyanez vonatkozik, ha egy családtagod rossz, ha jó, hogyha, tehát hogyha hiába fáj, hogy ez családtag, akkor is el kell lépjél tőle. Ha nem tudod egyedül megoldani a jelenlegi helyzetedet, például bármi kapcsolatban, pénzzel nem tudod kifizetni az adósságaidat, nem mennek jól a dolgok, és te nem tudod megoldani. A legjobb dolog az, hogy bízd az Istenre, az angyalokra, kérd őket, a szeretet a fény nevében háromszor mondd el, és kérd el, hogy segítsenek, azonnali hatállyal ők arra várnak, hogy segítsék az életedet. A belső hangod megbízható, tehát amit gondolsz jelenleg bárkiről, bármiről, és úgy érzed, hogy nem jó, akkor az úgy is van, és akkor tedd ezt, kötelezd el magad, bármit, amit szeretnél, csináld szívvel, lélekkel, ne adjad fel, hogyha van egy célod, csak azért, mert ezek az emberek valamit elvettek tőled, menj tovább felemelt fejjel, és ne engedd, hogy elvegyék a kedvedet, hogy a célodat megtaláld. Ismerd fel a saját erődet, te sokkal erősebb vagy, hisz ezért féltékenyek rád, ezért beszélnek ki, tehát igazából szeretnének olyanok lenni, mint te vagy, és őrizd meg a hitedet, ne add fel a reményedet, hisz minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Lehet jelenleg nem mennek jól a dolgaid az életben, de az nem jelenti, hogy örökké, lehet egy napig, egy hétig, maximum egy hónapig, és hidd el, hogyha gyakorolod azt, amit mondtam, gyakorolsz boldognak lenni, gyakorolsz nevetni, gyakorolsz táncolni az esőben, gyakorolsz olyan embereket magadhoz vonzani, akik szeretnek, ha gyakorolod, hogy negatív energiák elmenjenek, nincs olyan, hogy nem lesz jó. Ha gyakorolod azt, hogy nem engeded, hogy megalázzanak, ha nem engeded, hogy egy férfi vagy egy nő, hogyha még szeretjük és az illetőt, kihasználjon minket, áttaposson minket,
elvegyen dolgokat tőlünk, akkor előbb-utóbb meg lesz az, amit szeretnél, és ha valakit el is kell hagyjál, mert az nem jó, akkor bizony olyan emberek jönnek az életedbe, akik jót hoznak, szerencsét, és áldott leszel. Úgyhogy itt az ideje, hogy elmékedjél el ezekről az emberekről, akiket mondtam, és egyenként mindenkit zárd ki. Hidd el, hogy védve vagy az angyaloktól és az univerzumtól, nem tudnak neked feketességet hozni az életedben. Ők kapnak rossz karmát, te pedig jó karmát. Írjátok meg kommentbe, hogy jó karma jön az életemben. Köszönöm szépen, este még hozok videót, úgyhogy figyeljetek. Köszi!